Ezek a felvételek június 21-én készültek, a rozsái ingatlanok mintegy 80%-át sújtotta jégkár, a környező településeket sem kímélte a természeti csapás, akadt olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos volt a kár, de volt olyan épület is, ahol már milliós tételt jelentettek a helyreállítási munkálatok. A kárfelmérések és a helyszíni szemlék azonnal még a vihar napján elkezdődtek, az ingatlanokat fóliázták és elkezdődött az önkéntes munka, valamint az adománygyűjtés is, emlékezett a megyei kormány megbízott. Kozma Péter kiemelte, a káresemény azt is megmutatta, hogy az emberek össze tudnak fogni. Ma az EON adott át adományt a károsult települések képviselőjének. Először természetesen a saját feladataink elvégzésére koncentráltuk, hiszen a hálózati elemek is, az épületek csatlakozó vezetékei, a közvilágítási elemek is megsérültek. Miután a saját kárainkat helyreállítottuk és biztonságos területet hagytunk magunk mögött, azért azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember nem tud gondoskodni magáról, nagyon sok olyan kár keletkezett, amelyek kilátástalan volt, hogy mikor kerülnek felszámolásra. Egyszerűen a kollégáinknak a jó érzése, a gondoskodás, a felelősségvállás indította el, hogy egy ilyen ötlet elindult, hogy talán tudnánk mi is segíteni anyagilag ezeken az embereken. És hát ami talán meglepő volt még számomra is, hogy nem csak a helyi dolgozóink, hanem Dunántúlról is csatlakoztak a gyűjtéshez. Az EON üzemvezetője a kormányhivatalban adta át Rozsály polgármesterének, a cég és munkatársainak 1 000 000 forintos adományát. A község vezetője azt mondta, a szerencsés időpontban reggel 3:46-kor érkezett a szerencsétlenséget okozó vihar. Hogyha egy órával később jön, akkor valószínűleg emberéletet is követelt volna. Ezek teniszlabda nagyságú jégdarabok voltak, és nagyon intenzíven, nagyon gyorsan jöttek le. Természetesen a lakosság az első megdöbbenése után azonnal elkezdett szervezkedni, és elindult valamilyen szinten a település újjáépítése. Ez egy hosszú folyamat, ebben nagy segítségünkre van ez az EON-os adomány is. Azt tudni kell, hogy ezt nem Rozsály kapja, hanem az a 7 település, aki érintett ebben a dologban. De mindenféle segítséget nagyon szívesen vesznek ezek a települések, és örülünk neki, hogy gondolt ránk egy ilyen multinacionális cég is. Csak Rozsályon körülbelül 20 ingatlan tulajdonos vár még segítségre, több palatetős háznál még csak most kezdődnek el a helyreállítási munkálatok, valamint fólia alatt van még a polgármesteri hivatal épülete is.